mondja a férjem, nagy kiabálás, én még szaladok, hogy jaj, mi történt, és akkor mondja azt, hogy nézd, mert itt volt a róka. Azt meséli a nő, hogy hogyan találták meg a széttépett tyúkot. Egyre gyakrabban jár be hozzájuk a róka, már nem tudnak mit tenni ellene. Elviszi a tyúkokat, ellopja a tojásokat. Azt mondja, legutóbb csak a boltba szaladt le, amikor hazaért a férje, már kiabált, hogy megint itt volt a róka. Jött ide hátra, és akkor jött itt a róka. Itt a udvarba jött be, azt hiába kiabált rá. Nem akart elmenni. A férje azt mondja, ő már többször is látta a rókát. Este jött le a műhelybe, amikor meglátott egy tyúktojást a földön, nem is értette, hogy mit keres ott. Egyszer csak megjelent egy róka, az ott azt megközelítette, hogy elkezdtem kicsit kiabálni. Én is meglepődtem, akkor a kert végére felé eltávozott. Egyre többször hallja, hogy a rókák bemerészkednek a házakhoz. Rengetegszer látott az udvarán rókanyomokat. Szerinte a küszöb alatt is a róka ásta ki a lyukat, és ott húzta ki a tyúkokat. Jó mondja a közmondás, hogy ravasz a róka. A szomszédból is többször elvitte már a róka a baromfit. Nálunk is tavaly már széttépett tyúkokat. Akkor is azt ígérték, hoznak ki csapdát. Most is a önkormányzat felé, hogy tettem ezt a bejelentést. Kedves volt az ügyintéző, hogy azt mondta, küldik a csapdát, hát azóta róka valószínűleg van, vagy nincs, a csapdát viszont nem láttuk. Ez a nő azt mondja, már régóta problémát okoznak neki is a kertjébe bejáró rókák. Kérte arcát, nem utassuk. Azt mondja, nem tudja, kinek a feladata a közeli nádast rendbe tenni, de szerinte ott sok minden lapulhat. Na most már ott róka generációk élnek. Nyest, mennyit, görény, minden elképzelhető. Az önkormányzatnál azt mondják, minden bejelentésre reagálnak, és egy hónappal ezelőtt már fogtak egy rókát. Ilyen esetben a gyepmestert szoktuk értesíteni, aki kiviszi a csapdákat, és elhelyezi az adott területen, és befogja, vagy megkísérli befogni a rókákat. Az itt lakók viszont azt mondják, szerintük már nagyon elszaporodtak a rókák, és félnek attól, hogy nehogy veszett is legyen köztük.